Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. május 14-én kedden. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Helytörténeti vetélkedő. Siketek és nagyot hallók számára rendezett szavaló verseny. Férfi ifjúsági kézilabda mérkőzés. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület és a Települési Értéktár Bizottság közösen szervezte meg az Őrizzük Mezőtúr értékeit elnevezésű városi helytörténeti vetélkedőt, értékeltsék meg a Hagyomány tengeréből című pályázat alapján. A vetélkedőre pénteken a Kossuth Lajos Általános Iskolában került sor, melyen 5., 6., 7. és 8. osztályos mezőtúri diákok vettek részt. Őrizzük Mezőtúr értékeit helytörténeti vetélkedőn megjelent csapatokat. Ez a vetélkedő a helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási, nevelési és ismeretterjesztő programok keretében értékcseppek a Hagyományok tengeréből című pályázat alapján valósul meg. Értékcseppek a Hagyományok tengeréből című pályázat alapján valósul meg a mai helytörténeti vetélkedő a Kossuth Lajos Általános Iskolában, melyet a mezőtúri diákok 5., 6., 7. és 8. iskolások számára rendezett meg a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület, illetve a Települési Értéktár Bizottság. Mit tudhatunk a részletekről? Valóban egy pályázatból valósul meg. Tulajdonképpen ez már itt a Kossuth Lajos Általános Iskolában egy hagyományos rendezvény, hiszen évek óta valamikor így tavasz elején erre sor szokott kerülni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a település történetéből, hagyományaiból, történeti és néprajzi múltjából teszünk fel kérdéseket a gyerekeknek, ezek itt helyben történnek, illetve vannak előzetes feladatok, gyűjtési feladatok, amelyek ugyancsak ezekhez a témákhoz kapcsolódnak, és hát egy ilyen játékos versenyformában tulajdonképpen a gyerekek beszámolnak arról, hogy ezekről a témákról mit tudtak összegyűjteni, illetve hogy mit sajátítottak el. Mik alapján készültek fel a gyerekek a versenyre? Előzetesen adtunk egy irodalomjegyzéket, illetve megjelöltünk olyan forrásokat, ezek elsősorban írásos források, amelyek a település múltjára vonatkozó adatokat tartalmaznak, és volt még egy nagyon fontos segítségük, hogy a témák egy nagy része a Települési Értéktárhoz kapcsolódik. Ugye most a mezőtúri értéktárban 40 elem szerepel, tehát annyiban nem lehet nagyon nagy meglepetés, nem lehetnek akkora meglepetések a kérdésekben, hiszen ezek a kérdések nagy része ehhez az értéktárhoz fog kapcsolódni, és hát reméljük, hogy sok elemet átnéztek, illetve hogy több elemet átnéztek, megismerkedtek vele. Ahogy mondtam, van egy gyűjtési része, itt nagyon sok forrás lehetett használni, hát itt helyben pedig alapvetően majd a tudásukat tudjuk megnézni, és a saját kútfőből való tudást tudjuk értékelni. Van-e esetleg a versenynek továbbjutási lehetősége? Hát itt helyi szinten nincsen, viszont az értéktárakkal kapcsolatban, illetve a hungarikumokkal kapcsolatban Magyarországon minden évben van verseny. Ez nyilván az iskola dönti el, hogy majd ezekre kíván-e tovább menni a megyei szintre, illetve a országos szintre. Itt mezőtúron már a Teleki Blanka gimnáziumban egy nagyon jó helyezést értek el 1-2 évvel ezelőtt, illetve hát gondolom, hogy általános iskolai szinten is, hogyha van olyan felkészítő tanár, aki ezzel tud majd foglalkozni, akkor gondolom, hogy ez megyei szintig biztosan el tud jutni. Említette, hogy voltak előzetes felkészülést igénylő feladatok, megnevezni ezeket a feladatokat? Hát itt ugye alapvetően történelmi személyiségeknek a megismerése, akik valamilyen módon kapcsolódnak mezőtúrhoz, aztán olyan köztéri alkotások, amelyek mezőtúron találhatók, ezeknek az összegyűjtése volt egy feladat, illetve itt most konkrétan kijelöltünk a túri kerámia kultúrával kapcsolatban, most nem a múzeum megismerése volt a feladat, hanem a Draskovics kerámia gyűjteményben található badárrésznek a megismerése, és illetve ezen keresztül a badár család munkásságának a minél mélyebb megismerése volt a feladat.
Mit lehet tudni az értékelésről, illetve a díjazásról? Az értékelés az most a verseny alatt történik. Most kapja meg a háromtagú zsűri azokat az előzetes anyagokat, amiket a gyerekek elkészítettek, illetve itt helyben pedig majd a helyben kiadott feladatoknak az értékelése történik, és akkor ennek a kettőnek az eredménye lesz az, hogy ki lesz első, második és harmadik. Szavaló verseny megrendezésére került sor május 10-én a Siketek és Nagyothalluk számára a Közösségi Ház nagytermében. A versenyen sokan vettek részt, volt, aki csak jeleléssel, volt, aki beszéddel adta elő az általa választott művet. Május 10-én a Közösségi Házban a Siketek és Nagyothalluk számára rendeztek szavaló versenyt. Mit tudhatunk a részletekről? Igen, ennek hosszú folyamata van, mert ugye egy ilyen szavaló versenyt, amit hát országosra hirdettük meg. Hát ebből aztán ugye amennyien bejelentkeznek, annyian jönnek, de ugye ez hónapoknak a folyamata, mert ugye mire mindenkit felbiztatunk, rábiztatunk, hogy na de gyere már, mert meg szeretnek is végül jönni. Tehát ez nagyon sok felkészüléssel, munkával jár, nem csak a versenyzőnek, hanem ugye a szervezés, aki szervezi, spontán én, ugye nagyon fel kell készülni arra, hogy ez létrejöjjön. Mert elég nehéz feladat ez sokszor, mert nem könnyű összehozni egy ilyen rendezvényt, mert elvárják ugye a közönség is, meg hát az ember saját magától is, hogy hát próbálom, meg kell próbálni az, hogy valamennyire elfogadható legyen az, amit csinálok. Tehát, hogy jó, ugye itt csináltam olyat szándékosan, ugye mondtam is, hogy szándékosan, mert ugye több verselő is volt olyan, aki olyan jelzéssel volt, hogy jaj, hát és mi van, ha belesülök, meg olvasom, meg egyebek. Hát mondom, akkor ott a kezedbe a papír, meg hát akkor se kell izgulni. És most ezt nem mondtam nekik, csak szándékosan csináltam egy ilyen bakit, és akkor hát mondom, na ugye? És akkor, tehát ebben biztatni akartam őket, hogy nem kell meglepődni, nem kell megijedni, mert nyugodtan kimész, elmondod. Tehát, de hát ugye nem vagyunk egyformák. De így sikerült. Én nagyon örülök ennek, hogy azért ennyien is összejöttünk, mert ugye sajnos nagyon sokan nem szeretnek verseket. Nem hogy szavalni, olvasni sem. Tehát, és van olyan nagyon sok ember, aki ezt nem is értékeli. Itt volt most nem régen ugye a költészet napja, amire a városi. És én mindig hiányolom azt, hogy jó, gyerekek sokan vannak, de a felnőtt emberek, akik bejövünk, hát alig vagyunk egy páran, akik bejövünk azért, hogy elmondjuk azt a szép kis verset, amit behozunk, elmondunk mások előtt. Én nagyon hiányolom azt olyankor, hogy miért nem jönnek? Miért nem? Hogy mi az oka ennek, hogy ennyire elzárkóznak, hogy nem. Tehát én próbálok mindenkit biztatni, de több-kevesebb sikerrel. Milyen szavakkal ösztönözni a tévénézőket arra, hogy részt vegyenek az ilyen rendezvényeken? Tévé előtt ülő embereknek én csak azt tudom üzenni. Elsősorban is ugye a mezőtúri embereknek, vagyis aki ezt a mezőtúri tévét látja, mert ott ugye látni fogja ezt a műsort, és én csak azt tudom ezeknek az embereknek üzenni, hogy vegyenek bátorságot arra, hogy igen, amikor ilyen rendezvény meg van hirdetve, bárkinek a szervezésében, akkor menjenek el, vegyenek rajta részt bátran. Jó, aki még nem szavalt életébe, az csak hallgatóként is, de jöjjön el, és akkor hát, hogyha a kedvet kap hozzá. Én biztatnék mindenkit arra, hogy igen, mert egy jó verset elmondani, főleg, hogyha úgy érzi az ember, hogy ez olyan nagyon közel áll hozzám, vagy ez engem megérintett. A versnek a szövege, amit a költő leír, akkor én azt örömmel átadom másnak, és másba is bele tudom ültetni azt, hogy igen, ezt én a költő gondolatát át tudtam adni. És ez egy nagyon jó érzés. Tehát mindenki, vegyen egy kis bátorságot arra, és szeressen verset elmondani, tanulni, olvasgatni.
mert ez egy nagyon jó dolog. Egyébként is az, hogy az embernek az agya, ugye, ez folyamatosan dolgoztatni kell. Na most többnyire idős emberek vagyunk. Itt is, akik voltunk, ugye vagyunk, többnyire idősebb korosztály. Na most, ha ezt nem csináljuk, nem tesszük, akkor agyilag is letompulunk, mert mit csinálunk otthon? Semmit. Foglalkozunk a saját kis dolgunkkal, kész. De így, hogyha ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, ilyeneket csinálunk, akkor az agyunkat is egy kicsit, hogy igen, nekem ezt, igen, meg kell tanulni, betanulni, előadni bátran, vagy elmenni a közösségekbe. És ez nagyon kell az idős embereknek, mindannyiunknak. Én magam is már nagyon mondhatom, hogy sok szavaló versenyen részt vettem más városokban, meg a klubtagjaimból is vagyunk egy páran, akik elmegyünk különböző szavaló helyekre, ahol ilyenek vannak, sőt, ugye már most egy pár év óta megy a Hontravel néven a országos szavaló, vagyis ki mit tudnak van meghirdetve, amiben ugye verset is lehet mondani, és általában ezen is mindig részt szoktunk venni. Hát általában mindig szoktunk hozni valamilyen eredményt, tehát annélkül sosem jövünk haza, mert vagy külön díjat, vagy második díjat, harmadik díjat, de valamit mindig hozunk. Na most személy szerint én magamnak már mondhatom, hogy van az elsőtől a külön díjig minden díjam, mert ugyanis meg szoktam válogatni azt, hogy milyen időszak van, vagy milyen rendezvény az, ahova viszem a verset. És akkor olyan verset próbálok mindig előadni, ami pont arra az alkalomra illik, és hát persze előtte ugye fel kell készülni, attól függetlenül, hogy már azért be van ezt tanulva, de azért akkor is készülni kell erre, és nagy örömmel tölt el, amikor oda lyukadok ki, hogy mikor már az van, hogy a zsűri ugye értékeli a dolgokat, és akkor én is, jó, hát persze örülök neki, de meglepődöm, hogy hát akkor most megint csak jó volt az, amit előadtam, és nagyon nagy örömmel teszem, szeretem csinálni, és vannak unokáim, azokat is mindig arra biztatok, hogy igen, tanuljátok a verseket, mert ez egy nagyon szép dolog. Férfi ifjúsági kézilabda mérkőzése került sor május 11-én a Városi Sportcentrumban. A mezőtúri AFC Szincsenta csapata Kondorosi KK ellen mérkőzött, és a végeredmény 51-30 lett a hazai csapat javára. Május 11-én szombaton kézilabda mérkőzések zajlottak a Városi Sportcentrumban. 16 órától a mezőtúri AFC Szincsenta férfi ifi csapata mérkőzött a Kondorosi KK ellen. A meccs kezdetén a pályán már gyorsan zajlottak az események, a miaink szinte az első 30 másodpercben megszerezték az első pontjukat, amelyre válaszol szintén fél perc alatt a kondorosiak is bezsebeltek egy pontot. A továbbiakban a mérkőzés rendkívül szorossá vált, a 6. percben egy pont eltéréssel vezetett a vendégcsapat. Mezőtúr ezt nem hagyta annyiban, mindent beleadott és sikerült 12 pontos előnyre szert tenniük a félidőig. Az állás 27-15 a miénknek. A félidő szünete után a fiúk hatalmas teljesítményt mutattak a pályán, a mérkőzés rendkívül pontgazdag volt, összesen 81 gólt dobtak a csapatok. A hazaiak 12 pontos előnyét a vendégek a továbbiakban sem tudták megelőzni, Mezőtúr eltörte a védőfalat és rengetegszer sikerült a labdát a kapuba juttatniuk. Ettől eltekintve Kondoros sem adta fel a küzdelmet, ugyanis nekik is sikerült néhány gólra szeltenniük a második félidőben, de ezzel szemben a hazaiak egyre nagyobbra növelték előnyüket. A végeredmény Mezőtúr javára 51-30 lett.
Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!